És ugye, amikor először voltunk a Fallánban, Vántor után, voltak tovább is srácok, és kérdeztem, hogy mire számítanak, hogy valósak meg előtt egy előadás. És azt mondták, hát azt hittem, hogy megint jön, hogy kövér gyökerre a lezőről, és aztán nyomja a hülyeségét, hogy látok, hogy biciklire, tehát kökre átmondja a delegálkörnyen, stb. Na, az a helyzet, hogy most nem jött ez szó, hanem sajnos a való világról, és ez nagyon sok esetben, ugye mi ahol dolgozunk, mi vagyunk a csatárnásnak a végén. Tehát mi vagyunk azok, akik járkálunk az akkumulátorsabban, mi vagyunk azok, akik behozunk a fekete zsákot, és mi vagyunk azok, akik sajnos 3 órakor odaállunk a születek elé, és sajnos nem volna egy ötletünk. Na ezt akarjuk kikerülni, ugyanis a baleseteknek a 80%-a, az nem tudjátok látni, nem lehet nincs, hogy miért körök a hívás. Látok itt egy táblát, itt az asztalon. Ezzel a táblával kezdődött pedig 2013-ban. Ezzel a táblával megtaláltam a raktárt, ez egy olyan régi tábla, hogy akkor használt lépni, hogy labát, hogy volt a rendőrséget, és a balesetkor ki szokták használni a dolgoknak a hátuljára, és leültem kajálás közben, és ugye elkezdtem gondolkodni, hogy ebben a hétbetűben, ebben benne van minden olyan ok, ami miatt a közlekedési tragédiát beszéltek követően. Ez pedig úgy néz ki, hogy a biztonsági önnek a hiánya, az alkohol, a linkség, az előzés, a sebesség, az elalvás és a kárpók. Néma csendben néztétek ezt az előadást, hogy tetszett? Szerintem nagyon megérintő volt. Mindenféleképpen tanulságos, és mindenki, aki itt volt az előadáson, az át fogja most gondolni az elkövetkezendő napjait, akinek van jogosítványa, az meggondoltabban fog vezetni mindenképpen, akinek még nincsen, az mindenféleképpen figyelni fog, hogy be legyen kötve, nem ülünk be olyan személy mellé, aki nem beszámítható, úgyhogy szerintem mindenféleképpen jó volt és tanulságos. Akkor téged ezek szerint a biztonsági övnek a használata fogott meg a legjobban? Az is, így az egész baleset tábla, hogy tényleg nagyon találó, hogy mindegyik betűre ki lehet találni, hogy mi miatt vannak a balesetek. Ki lehet? Te meg tudod mondani, hogy mit jelent ez a baleset tábla azon felül, hogy baj van? Hát nem nagyon igazából az, hogy az alkohol. Ne fogyasszunk alkoholt, a biztonsági övet azt mindenféleképpen kössük be, az egy fontos, engem is azt fogott meg a legjobban, és hogy ne üljünk be úgymond idegenek mellé, meg mindenki mellé, akiről tudjuk, hogy alkoholt fogyasztott, vagy bármit. De szerintem ti eddig se ültetek be ilyen emberek mellé. Nem. Azért figyeltünk rá. Én azt gondolom, hogy az előadón is nagyon látszott, hogy bár ő már tapasztalt és rengeteg balesetnél van kint, de én azt láttam rajta, hogy őt is megérinti a dolog. Hogy láttátok ti ezt? Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azért ragad át ránk ennyire, mert ilyen az előadásmód. Tehát, hogyha most ide jött volna valaki, aki csak így félvárról elmondta volna, hogy igen, van egy ilyen, az megint nem lett volna ilyen hatásos. Úgyhogy ez miatt is nagyon mélyen megragad bennünk. Hogy gondoljátok, hogyha a barátaitoknak elmesélitek ezt az előadást, hiszen nem lehetett itt mindenki, vagy azért, mert máshol tanul, vagy azért, mert egyben az iskolában tanul, de órája volt. Tudtok segíteni azon, hogy kevesebb legyen a baleset? Hát ilyen jól nem fogjuk tudni átadni, de mindenféleképpen megpróbáljuk legalábbis elmesélni, el tudjuk. Azt, hogy hogyan éltük meg, mi volt bennünk, mi játszódott le, viszont sajnos nem tudjuk előttük levetíteni, kár. Pedig most Ajkán is történt vasárnap hajnalban egy baleset, amit nevezhetnénk akár diszkóbalesetnek, hiszen a fiatalember a kaszinótól indult, nem tudom, hallottatok erről az esetről? Igen, hallottam az esetről, tőlünk nem messze történt, és igazából látva a videót is, nagyon megrázó volt, hogy valaki hogy képes tényleg ennyire nem odafigyelni, és mert ez tényleg az ő butasága volt igazából, hogy ez történt ez a baleset. És hogy sokkal jobban oda kéne figyelni az embereknek arra, hogy betartsák a szabályokat, és sokkal több baleset elkerülhető lenne.
Tehát te úgy gondolod, hogy megnézted ezt a videót, amit amúgy én készítettem, és azt látod róla, hogy érdemes volt megnézni, mert elgondolkoztál rajta, hogy hát nem így kellene közlekedni? Igen, mert az autó amennyire össze volt törve, és a helyszín így összerakodja, hogy tudom, hogy hol történt a baleset, ott tényleg nagyon szabálytanul kellett közlekedni ahhoz, hogy ilyen szinten össze tudjon törni az autó. Már nem az első alkalom, hogy a Szentgyörgyi Albert iskolában meghívjátok a rendőrséget ezzel az előadással. Honnan jött ez az ötlet? Évek óta dolgozunk a rendőrséggel, közösen mindenféle, tehát több témában. Tavaly merült fel először, hogy baleset megelőzésbe is lehet, és nagyon nagy sikere volt. Ebből a programból a 9. osztályokat kihagytuk a tartalma miatt, és a visszajelzések mindig pozitívak. Tehát azt gondolom, hogy ha csak egy balesetet megelőzünk, vagy egy gyereknek a biztonságát ezzel garantáljuk, akkor már megérte. És nagyon jó az együttműködésünk, nem csak a helyi, tehát nem csak az ajkai, hanem a megyei rendőrkapitánysággal is. Milyen visszajelzéseket tapasztaltok, hiszen az iskolában van rendészeti osztály is, tehát nekik ez különösen fontos, hogy megismerkedjenek ezekkel a dolgokkal. Két célú mindig ez az előadás. Egyrészt a rendészeknek a szakmai ismereteit bővíti, a másik pedig, hogy mint civilek, ugye, mert azért még csak azok, tehát így is hat rájuk. Hat rájuk? Azt gondolom, hogy igen, meg nagyon szeretném, bízom benne, hogy igen. Hát én nagyon nagy, ahogy végignéztem a társaságot, azt gondolom, hogy igen, meg jönnek, tehát megköszönik, hogy van ilyen előadás, hogy részt vehetnek rajt. Hát azt gondolom, igen, nagyon bízom benne, hogy hat rájuk. Elég fagyos volt a hangulat, mondhatni, néma csend és hullaszag volt, amíg itt a Tibi bácsiék osztálya meg nem törte ezt, és a gyerekek ki is szóltak nekik, hogy csend legyen, mert nem hallják, tehát kicsit megtörték ezt az áhítatot, úgyhogy én is azt láttam, hogy mindenkit lekötött és döbbenettel nézték a képeket. Igen, meg eredménynek azt tartom, hogyha nem én vagy valamelyik tanár kollégám próbálja a rendet meg a fegyelmet, hanem ők maguk között elrendezik ezt. Most is ezt láthattuk. Karácsony előtt mennyire fontos ez, hogy ilyen dolgokról beszéljünk a gyerekekkel? Hát nem időzítve volt, hogy karácsony előtt, akkor természetesen fokozottan. Tehát nem igazán karácsonyra készülő hangolódás ez, tehát ez teljesen független ettől az időponttól. Egyszerűen így ért rá az előadó, ez volt az oka. Tehát nem ezt szánjuk a fa alá, hanem az, hogy mindenki ott legyen, akit szeretünk, és együtt ünnepeljük a szeretet ünnepét.